Köszöntöm is a stúdióban elsőként Szemereiné Pataki Klaudiát, Kecskemét polgármesterét. Jó estét kívánok, polgármester asszony! Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást! Azt írják most legfrissebben a baloldali sajtóorgánumok, hogy egyike volt azoknak a kormánypárti polgármestereknek, akik azt kérték az ellenzéktől, hogy ne legyen előválasztás, előválasztási kampány. Úgy kommentálták egyébként a hírt, hogy önök beijedtek. Valóban megijedt a helyi ellenzéki jelöltektől? Egyáltalán nem ijedtünk meg, csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy szükségesnek tartjuk az előválasztást, és az őszívük joguk az, hogy mit tesznek és hogyan választják ki a megfelelő jelöltet az országgyűlési választásra, csak az még egy év múlva lesz. És arra kértem az ellenzéki önkormányzati képviselőjelölteket, hiszen ők versenyeznek most ezért a külön jogokért, az országgyűlési képviselőjelöltségért, hogy most ne arra fókuszáljanak, hogy ki lesz majd a győztes és a futó az országgyűlési választásra, hanem arra fókuszáljanak, ami a városban zajlik, és a városban zajló feladatokra koncentráljanak, és segítsék a kecskeméti társadalmat. Miért most nem fókuszálnak? Hát olyan témákat hoznak folyamatosan, ami elsősorban nem a várospolitikát érintő témák, országos témák, országos marketing felütések, országos lufik, álhírek gyártása zajlik folyamatosan, hazugságok, félrevezetések, ezekkel találkozunk. Lenne egyébként mivel foglalkozni Kecskeméten? Tehát hogyan érintette például a járvány önöket, a vállalkozásokat, hányan mentek csődbe, hányan vesztették el a munkahelyüket Kecskeméten, ezt lehet-e tudni? Azért többen elvesztették a munkahelyüket, de legalább annyi munkahelyet létre is hoztunk, hiszen az elmúlt egy évben nagyon sok beruházást tudtunk bejelenteni közösen a kormányerővel, Szijjártó Péterrel, külügyminisztériummal közösen, hiszen a meglévő beruházások, legyen az nemzetközi, legyen az külföldi, vagy pedig magyar, hazai, kecskeméti fejlesztések, mind-mind sorra megtalálták azt az új lehetőséget, amit ez az új gazdasági helyzet, a Covid-válság hozott magával, és szerencsére megtalálták a fejlődés új útjai, stratégiai irányokat, és ezzel megvédtünk nagyon-nagyon sok több ezer kecskeméti munkahelyet, és teremtettünk is újakat, új irányokat, új lehetőségeket. Ezt mennyiben veszélyezteti, hogy mondjuk az ellenzék konfrontálódik, vagy mondjuk sok vita van Kecskeméten, tehát számítana az, hogy ők együttműködjenek, vagy együttműködőek legyenek? Abszolút, tehát Kecskemétről az alakult ki, hogy egy kompromisszumkész, nyitott, toleráns, befogadóváros, és ezért ez egy nemzetközi piacon, egy nemzetközi elemzés kapcsán, amikor vizsgálják a városnak az előnyeit, hátrányait, nagyon fontos, hogy egy bizalmi tőke van, egy politikai biztonság van abban a városban, és azokat a döntéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a munkahelyeket megteremtsük, őrizzük, védjük, a fejlesztéseket, az infrastruktúrát fejlesztjük, azok kompromisszum együttműködve, jól kialakulva közösen tegyük és közösen hozzuk meg a döntéseinket. Mik a kilátások a politikai belharcok tekintetében? Ugye az ismert, hogy a kormány őszig meghosszabbítaná a veszélyhelyzetet, ezt nehezményezi is az ellenzék, hogy ez lehet, hogy egyébként érinteni az előválasztást. Mikorra hirdették meg helyben az előválasztást az ellenzéki erők? Az előválasztást augusztus végére, szeptember elejére hirdették meg, tehát ahhoz is még bőven van idő, hogy lefolytassák az előválasztási kampányukat. Most én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy arra koncentráljunk, hogy minél hamarabb kikerüljünk a Covid okozta járványhelyzetből. Szerencsére Kecskeméten azért mérsékeltek az adatok, tehát nem kiugróak a megbetegedés számok és a járványhelyzet okozta súlyos helyzetek, de azért vannak kezelni kell nap mint nap problémákat, családok lehetetlen helyzetét, ami kialakult, orvosoknak, alapellátásnak nagyon sok segítséget kell nyújtani, szociális ellátó intézményeinkre folyamatosan figyelni kell, hiszen még nem vagyunk biztonságban, még nem zajlott le a járvány, még mindig itt kopogtat az ajtónkon és láthatatlanul tör ránk egyik napról a másik napra súlyosabbnál súlyosabb esetekkel és problémákkal. Hogy meddig tart ez még, az majd a jövő zenéje, de friss aktualitás, ugye most szavazta meg a parlament az egyetemi modellváltásról szóló törvény, ami érinti Kecskemétet is, hiszen a Neumann János Egyetem is alapítványi fenntartásban fog a továbbiakban működni. Mit jelent ez az egyetem szempontjából? Hát
az egyetem szempontjából egy óriási lehetőség, de a város szempontjából is egy óriási lehetőség, hiszen az elmúlt 15 évben egy nagyon intenzív gazdasági fejlődésen ment keresztül a város, mint ipari központ. A következő lépés az, hogy ezt tudja stabilizálni, tudja azt a tudományos teret, azt a tudást koncentrálni, ami kialakult a térségünkben, a járműipari tudáshoz kötődően és a gépipari tudáshoz kötődően, és ezt kell tudnunk közösen fejleszteni, beilleszteni a város életébe, további lehetőségeket adni a városnak, hiszen megújulásra van szükség. A járvány után azok a városok tudnak előrelépni és újra életet indítani a gazdasági körforgásba, akik meg tudnak újulni. Erre képes Kecskemét, hiszen nagyon, nagyon komoly oktatási alapokkal rendelkezik. Sok színű, sokféle tudás van a városunkban, és kreatív tudások, nemzetközi művészeti műhelyek is. És nem csak művészeti műhely, és nem csak autógyár, hanem ott van a NATO-bázis, ugye, ami megint egy nagyon speciális terület, például az ilyen védelmi beruházások vagy fejlesztések tekintetében. Vannak-e tervek az egyetemmel közösen? Igen, óriási tervek vannak, és ennek is örülök, hogy sikerült egy új kapcsolati tőkét kialakítani a védelemipar területén a városunknak, hiszen a NATO bázison olyan sok járműipari és repülőipari, gépipari mérnökök dolgoznak, akik segíthetik azt a csúcs technológiának a továbbfejlesztését az alkalmazott tudományok területén, amire szükség van a mai mindennapunkban, és át tudjuk illeszteni a hétköznapi szükségletekre. Illetve, hogy mit profitál ebből a civil lakosság? Ebből a civil lakosság elsősorban a technológiai vívmányokból profitál, és a munkahelyekből. Azért a NATO-bázis nagyon sok embert foglalkoztat. Egy újabb szintjét jelenti a foglalkoztatásnak, hiszen magasabb hozzáadott értékű tudással rendelkező munkaerő, pilóták, képzett mérnökök dolgoznak a bázison, és a hozzá kapcsolódó egészségügyi intézménybe is, hiszen a ROVKI, az egészségügyi repülőbázis kutatóközpontja is ott van a városunkban. Ugye éppen a COVID-világjárvány volt az, amely az egészségügyi fejlesztésekre és kutatásokra is ráirányította a figyelmet. Ilyen terveik vannak Kecskeméten? Mindenféleképpen, ugye mi az anyagtechnológia területén és a zöld iparhoz kötődő anyagtechnológia, megújuló energiák, megújuló ipar, zöld ipar területén vannak nagyon jó eredményei az egyetemnek, úgyhogy ebben kell tovább lépnünk, és ebben kell újabb partnereket, újabb ipari szereplőket bevonni a vérkeringésben. Polgármester asszony, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a meghívást.